Koncz Tibor Esperes úrral beszélgettünk az iskola épülete előtt, hogy milyen munkálatok zajlanak a Kálvin úti tagépületükben. Koncz Tibor Esperes úrral beszélgettünk a Kálvini számú iskola épülete előtt, hiszen mögöttünk munkálatok zajlanak, de mi is történik pontosan? Ez nagyon nagy boldogság, amikor már nem csak látni, hanem hallani is lehet, vagy nem csak hallani, hanem látni is, hogy valami munka elindult. Ez egy régi pályázatunk, egy nagyjából két-két és fél éves pályázatunk, aminek a mindenféle pályázati menedzselése miatt eléggé elcsúsztunk, de most végre el tudtuk kezdeni. Ez a magának, ennek a Kálvin 5-nek a tetőszerkezetének, illetve a nyilászáróinak a cseréje, illetve a belső festés és a szalagparkett a csere, az, ami van ebben a pályázatban. Ez egy nagyobb pályázatnak a része. Pontosabban azt talán többen tudják a bennünket figyelők és hallgatók közül, hogy ide egy telek összevonással a parókiának a telkéből mi átadtunk egy olyan 2000 négyzetmétert, és ide egy tornatermet tervezünk építeni. És ez a két pályázat egymásra várt, mert ez a felújítás az azzal lesz teljes, amikor megépül a tornaterem és a tornatermet, és ezt az épületet össze fogjuk kötni. Éppen ezért a pályázatnak ez a, így mondom, hogy nyugati vége az épületnek a pályázatból most kimarad a teljes felújítás, mert az összekötéssel lesz az majd megoldva. Tehát ez egy nagyjából egy 80 milliós renoválás. Ugye 2012-ben vásároltuk meg ezt az épületet az önkormányzattól, és azóta belső felújítások voltak, de ilyen jellegű, ilyen nagyságrendű renoválás nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha sikerülne majd később még a külsőre is valami úton, módon pénzt találnunk, akkor egy ékszerdoboz az, amivé válhat a Kálvin 5-ös épület. Ebben az épületben kik tanulnak? Nálunk az az elv, hogy nem szeretjük nagyon összeereszteni a különböző életkorú csapatokat, tehát ilyen generációs megosztás van. Nyilván beszoktatás céllal, meg hát azért egy 8 éves, meg egy 14 éves, az nem csak szellemi, hanem fizikális, és nem csak fizikális, hanem szellemi szakadék táton közöttük, tehát ilyen nagyságrendben vannak egymástól távol. Nálunk az a szakmai elv, hogy az első, második az a varró négyben szokik be, és a harmadik, negyedik van itt. Ugye a harmadik, negyedik megy majd föl a felsőbe, már nem kicsik, de még azért nem olyan nagyok, úgyhogy ez tulajdonképpen egy beszoktató területünk. Ugye itt van 8 tanterem, és akkor a nagyjából 3 osztályi évfolyam szerint, és 2 évfolyamnál pedig 6 osztályi gyerek itt kényelmesen elfér. Ez nekik egy ideális, hiszen itt van játszótér is, valóban az ő korosztályoknak megfelelő. A munkálatokkal mikorra végeznek ezzel legalábbis, és mikor kezdik a tornatermet? A tornateremmel kezdem. A tornateremnél egy pályázati előírásnak megfelelően most tervmódosítást kellett csinálnunk, és ez nyilván tolja az időt, de a tervnek a megrendelésében vagyunk. Ez azt jelenti, hogy szerintem itt a tornaterem az jövőre készül el. Ez az épület, pontosabban ennek az épületnek a felújítása pedig tekintettel arra, hogy most a gyerekek még, ha vissza is jönnek a alsóbb osztályosok, azokat át tudjuk transportálni a nagy épületbe, és így itt tudnak folyamatosan dolgozni. Véleményem szerint ez május végéig fog eltartani. Tehát május végére úgy kell ennek az épületnek kinézni, hogy a teljes tetőszerkezet csere, lehet is látni a munkálatokat, és a nyilászárók maximális számban kicserélése, nagyon bízom benne, hogy ez is reális lesz. Különösen is a homlokzatnál vagyok úgy, hogy az nagyon munka lesz, mert ugye egy műemléképületről beszélünk. Tehát itt nem úgy van, hogy hozzányúlunk, a belsőt azt könnyebben tudjuk cserélni. Szerintem ott lehet, hogy lesz csúszásunk, hiszen azért a műemlékeseket folyamatosan majd kell kérdezni, hogy milyen elképzeléseik vannak. Hát a belső tisztasági festés, azt gondolom, hogy az is meg lesz időben, tehát ez a május vége, ez a reális.